Evita Prameswara, indonéz ösztöndíjas hallgató elmondta, az egyetemükön hallott a PTE programjáról, megtetszett neki, és ezért döntött úgy, hogy megpályázza az ösztöndíj programot, és ha sikerül, akkor a Pécsi Egyetemen folytathatja tanulmányait. Két éves nagyon komoly felvételi folyamat révén sikerült bekerülnöm a kiválósági programba. Különböző teszteket kellett megoldani, például egy angol nyelvű tesztfelmérőt, adminisztrációs feladatokat kellett elvégezni. Idén márciusban derült ki, hogy megnyertem az ösztöndíj programot. Indonéziában angol nyelvet tanulok és fordítással foglalkozom, illetve humán szervezés a munkaterületem. Az itt tanuló indonéz hallgatók a jövő vezetői lesznek, mintegy hidat alkotnak a két ország között az elkövetkező időszakban. Magyarország iránt való érdeklődés versenyképességünket fokozza, mondta Karsai Lilla, Magyarország indonéziai nagykövete. Remélhetően aktívan fognak dolgozni azért, hogy a két ország között mind a gazdasági, vagy akár kulturális és társadalmi együttműködések is minél versenyképesebbek és élettelibbek legyenek. Úgyhogy szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy Indonézia, mint a dél-kelet-ázsiai régió egyik legnagyobb gazdasága, és láthatóan egyre inkább a világ, a geopolitikai szintérnek egy nagyon fontos eleme, érdeklődik Magyarország iránt, egy Európai Uniós ország iránt, és ez tesz minket is versenyképessé a jövőben. Ezek az indonéz diákok nagyon bátrak, hogy ide eljöttek, és mindenképpen szeretném őket arra buzdítani, hogy a jövőben is használják ezt a tudást, ne csak azt, amit felvesznek akadémiai jelleggel, hanem a két ország között a kulturális olyan együttműködéseket is próbálják meg fellendíteni majd, ami a jövőben mindenki számára majd hozadékkal bír. Az egyetem a nemzetközi esítésre nagyon sok energiát áldozott. Ezt a lehetőséget 2021-től az indonéz kormány is felismerte, ugyanis a Szegedi Egyetem mellett a PTE az, amelyik fogadhat indonéz hallgatókat, közölte Betlem József rektor helyettes. Ott az idejében valóban 78 hallgatót, ez egy, azt lehet mondani, egy világszinten is egy komoly jegyzett szám az indonéz kormányprogramot illetően, és ennek keretében indonéz hallgatók a mai naptól egy teljes szemesztert fognak eltölteni a Pécsi Tudományi Egyetemen, részben úgynevezett undergraduális képzési program keretében, részben pedig egy szakképzési program keretében, ezáltal involválva az egyetemnek nagyjából 5 karát. A professzor hozzátette, a több éves kapcsolat során arra törekednek, hogy a PTE-t külföldön is jobban megismerjék, ezen kívül nem csak az ösztöndíjas, hanem a programon kívüli hallgatók is bejöhessenek a Pécsi Egyetemre. Úgy gondoljuk, hogy az a szakmai programcsomag, amit sikerült a kollégáimnak itt összerakni, ez részben közösséggel kapcsolatos, kommunikációval, vezetéssel kapcsolatos programelemeket tartalmaz, olyan fajta kínálatot biztosít, amellyel a nemzetközi munkaerőpiacon is meg lehet állni a helyüket az ösztöndíj programban résztvevőknek, illetve van egy nagyon érdekes komponense is ennek a programcsomagnak a már említett szakképzés keretein belül, hogy konkrétan gyakorlati képzésben fognak részt venni, különös tekintettel az egészségtudományi karra érkező hallgatók, ahol a sporttal kapcsolatosan vesznek részt, kapcsolódnak be a Rath Géber Akadémiának a tevékenységébe. Az indonéz hallgatók 27 indonéz egyetemről érkeztek, és töltik az őszi szemesztert a Pécsi Tudományegyetemen. Ez annak köszönhető, hogy az egyetem ismét elnyerte a részvételt az indonéz kormányzati ösztöndíj programban. Ezen kívül egyedüli magyar intézményként fogad hallgatókat mindkét program változatban. A nyitó ünnepségen köszöntötték az indonéz hallgatókat a dr. Halasi Nagy József aulában Pécsen.